104 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy kellemes hétvégét kívánok. Velünk történt magazinműsorunkat hallják, és nagyon érdekes, szerintem most először vannak itt a srácok nálam a stúdióban, de imádok ilyen dolgokkal foglalkozni. Egy újdonság szerintem Békés megyében, hiszen megalakult nem is olyan régen a Viharsarki Vitézek Sportegyesület. Ők egyébként amerikai foci csapat, és Gyulán alakultak. Ugye Békés Csabán már volt régen, lehetett sokat hallani a Raptorsról, tehát a Raptors most nincs, és van egy újdonság méghozzá a Viharsarki Vitézek. És már is itt köszönhetem a stúdiónkban a Viharsarki Vitézek SE elnökét, Mészáros Györgyöt. Szia Gyuri! Szia, üdvözlök mindenkit! Itt van velünk a csapat edzője, aki egyébként játékos is, balatoni Róbert. Szia Robi! Szia, én is üdvözlök mindenkit! És egy kedves barátom, de most már ti is azt mondom, hogy baráti viszonyban leszünk. Itt van Bimbó Lajos, egyébként ő a technikai vezető. Szevasz! Hello, sziasztok mindenkinek, szép napot! No hát, én nem is tudtam, Lajos, egyébként hozzád visszatérve, hogy te egy kacsingatsz az amerikai focival, én inkább a küzdősportok elén ismertelek meg. Igen, ez így volt egészen januárig, februárig, de aztán ugye jött a vírus, és megállt az egész sportélet, és azt érzem, hogy az ökőjövés is megállt, úgyhogy Györggyel újra találkoztunk, és akkor felvettük azt a szállat, amit mi elhagytunk már régen, hogy akkor most itt az ideje elindítani ezt a egyesületet, és akkor megcsináltuk. Nagyon érdekes egyébként, mert hogy én rajongok a férfias sportokért, és hát ennél férfiasabb nem igazán van. Emellett, hogy nagyon izgalmas és férfias, rendkívül összetett, és ezt tetszik a legjobban, hogy itt az egészet újra kell tanulni, nagyon-nagyon érdekes, összetett és bonyolult az egész. No, akkor erre ki fogunk térni, jó ezt hallani egyébként. Gyuri, akkor kezdjünk veled, mint az egyesület elnökével. Mutasd már be egy picikét az egyesületet, hányan vagytok, mit lehet rólatok tudni? Most indultunk hivatalosan egy olyan másfél hónapja körülbelül, előtte a Lajos meg az én fejembe fogalmazódott meg ez a dolog, és ezt beszéltük meg a Lajos, hogy ezt meg kéne csinálni. Én arra gondoltam, hogy leszünk hárman, négyen és dobáljuk egymást labdával. De ez sokkal komolyabbra fordult, mert már egy olyan 30-30 pár tag jár le edzésekre. Nagyon nehéz sajnos összehozni, hogy mindenki egyszerre egy időpontban ott tudjon lenni, de erre törekszünk. Úgy kezdtük a dolgot, hogy mi próbáltuk a Lajossal ezt a technikai részét, mert mivel ugye Lajos sem játszott, én sem játszottam, tehát ezért kell olyan ember, mint például Békés Csabáról, a régi Raptorsok közül, akik edző szinten tudnak belépni ebbe a dologba. Mi a feltételeket próbáljuk meg a Lajossal, tehát a pálya, a szerelés, ezeket a részét próbáljuk meg a Lajossal koordinálni, de az edző kérdésben nagy részben hagyatkozunk a régi Raptors játékosokra, mint például a Robira. Tökéletes. Figyelj, Gyuri, még annyit mondj már el, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba az amerikai focival? Én úgy kerültem kapcsolatba ezzel a dologgal, hogy azt hiszem, hogy 2005 vagy 2006-os az első sporttévés NFL nagy döntő közvetítésénél ragadtam ott a tévé előtt, és azóta én ezt imádom, ezt a sportot nézni is, játszani is szerettem volna, csak mivel a környékünkön ugye nem nagyon volt lehetőség erre a Raptors szétesése után, ezért is döntöttünk úgy a Lajossal, hogy akkor hozzuk ezt ilyen keretek közé, hogy többen ki tudják próbálni, ahogy mi is. Tehát Isten igazából magunknak csináltuk Lajossal, de mindenki beszállhat. Igen, hát nagyon érdekes sportról van szó, úgyhogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe, úgyhogy Robi most hozzád áttérve, mint a csapat edzője. Te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a sporttal? Én nagyon fiatal koromban, 13 éves koromban találkoztam legelőször az amerikai futballal. Én Békés Csabán kezdtem el, majd sajnos a csapat megszűnése után kerültem Budapestre, és onnan a válogatott. Én viszonylag sok csapatot, sok meccset láttam már, és azt szeretném majd a későbbiekben, hogy ugyanez legyen majd Gyulán, hogy sok olyan játékos, mint fiatal, mint felnőttet neveljünk ki, akik szintén hasonló tapasztalatokkal fognak majd rendelkezni. Szóval akkor, ahogy már Gyuri is mondta, te jöttél, akkor te voltál a Raptorsban is. Voltam, igen. Én ott kezdtem. No, értem, tökéletes. És milyen edzeni a srácokat? Milyen velük a munka? Hogyan néz ki egy edzés? Borzalmasan jó érzés nekem, ez egy új dolog, én sose voltam edző, mindig játékos. Ként fordultam meg az amerikai futballban csapatoknál, és az, hogy most átadhatom azt a tudást, átadhatom azt a tapasztalatot, amit én itt szereztem, ez borzalmasan jó érzés, és nagyon élvezem. Látom a srácokat, hogy fejlődnek, és érdeklődnek, megtanulják az új dolgokat, ez borzalmasan jó dolog, és nagyon élvezem. És így életkor tekintetében hogyan vagytok a csapatban, vagy lehet hozzátok csatlakozni? Persze, hogy lehet, bárki, bármilyen idős, bármit képvisel, jöhet hozzánk, és csatlakozhat. Ez teljesen független kortól és nemtől. És akár lányokat is vártok? Természetesen. Ha lesznek elegen, még lány női csapatot is indítunk. Viharsarki Vitézek, Ladies. A Ladies Vitézek, jól van. Így technikai vezetőként, Lajos, most te is egy picikét beszélj már. Te miért felelsz a csapat? Meg legyenek a felszerelések, vagy a pálya, vagy miért? Igazából ezek nagyon, nagyon hangzatos nevek, de igazából mindenki mindent képvisel és csinál. Gyurival felosztjuk ezeket a dolgokat. Egyébként én nagyjából azt tudom elmondani, hogy én a sajtóért felelek, illetve nagyon-nagyon élvezem azt, hogy én irányíthatom a
az erőléti felkészülés. Igen, így van, hiszen való igaz, azzal kezdtem, hogy én a szorítóból ismertelek meg téged. Lajos, folytassuk tovább, hogyan alakul a nyaratok, Gyurikám? A koronavírus meg a csapat egy kicsit ugye késői megalakulása a bajnokság szempontjából. Az idei bajnokságot azt már el kell, hogy engedjük. Tehát jövőre fogunk tudni benevezni a március-április környékén induló magyar-amerikai foci bajnokságba, harmadosztályába, a divízió 2-be. És ez a célunk, hogy azt ott a felnőtt csapat szinten el tudjunk indulni. Hát én ígérem nektek, hogy nagyon szurkolunk és fogunk veletek folyamatosan foglalkozni, úgyhogy lehet ilyet nem lehet kérni, de a mezre, hogy képzeletbeli rádió egy logót tegyétek rá. Robi, hozzád visszatérve, hogyan vannak az edzések? Az edzések kedd, csütörtök és vasárnap 6 órától 8 óráig tartanak, egy teljesen baráti időben, én úgy gondolom, vagy gyulavári futballpályán. Tökéletes, és hogyha jól tudom, akkor augusztus 8-án és 9-én lesz valami különlegesség itt Gyulán. Mi lesz ez, Gyuri? Augusztus 8-a, 9-e az első osztályú HFL bajnokságban szereplő Székesfehérvár Entroners 8 játékosa egy ilyen mentor program keretében lejön, és egy kétnapos minikempet, illetve tryoutot fog tartani, ahol a csapatot is edzik, és mindenkit szeretettel várunk, egy ilyen próbált ki, állj be, milyen lesz ez, és ők beöltözve sisak, válvédő, tehát egy elég látványos dolog lesz ez, tehát nem csak a amatőröket, hanem akik már foglalkoztak ezzel a sportággal, ők is tudnak tanulni nagyon sok mindent. Augusztus 8-a, 9-e, de ki lesz ez kommunikálva, tehát pontosabb információkat is fogunk tudni róla adni, de ez egy nagyon érdekes dolog lesz, ami nem nagyon volt itt mostanság. Oké, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek, és hát tudtunk előre a jó dologról beszélni. Jó nyarat, jó felkészülés, sikeres meccseket majd nektek, és hát akkor mindenki csatlakozzon a viharsarki vitézekhez, aki kedvet kapott ezután a beszélgetés után, hogy egy kis amerikai futballt kipróbáljon Gyulán. No hát akkor Gyuri, Robi, Lajos, köszönöm nektek, további szép napot! Köszönjük szépen! Hello. Ez a Velünk történt itt a 104 Rádió 1-en, és amerikai focisztunk. Maradjanak a műsort, hamarosan folytatjuk. Sort hamarosan.